A taxisok után további 81.480 kisvállalkozónak adunk június 30-ig adómentességet a KATA általány adófizetési kötelezettség alól. Ez az adómentesség érinti a fodrászokat, festőket, villanyszerelőket, víz, gáz, fűtés, légkondicionáló szerelőket, burkolókat, vendéglátásban és járóbetegellátásban dolgozókat, előadó művészeket, valamint asztalosokat, testedzőket, idős gondozókat. A mentesség a katások ötödét, elsősorban a lakossági szolgáltatást végzőket érinti, mivel nagyjából 391.000 szereplő adózik ezzel a kedvezményes formával az országban. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke üdvözli ezeket a könnyítéseket, mert, mint mondja, ezeknek a vállalkozóknak jelenleg nincs, vagy csak alig van megrendelésük és bevételük. Így nem lennének képesek befizetni az adót. Ezekben a szakmákban szinte megszűnt a tevékenység. Gyakorlatilag nincsenek megrendelések, a kiürültek a szolgáltatás helységei, gyakorlatilag nem látogatják őket a megrendelők, illetve nincsen egyszerűen lehetőség arra, hogy a következő időszakban ott változás lesz. Ezeknek a vállalkozásoknak majd csak augusztus 12-én kell legközelebb adózniuk, a júliusi munkavégzés után. Azoknak a katásoknak pedig, akik adótartozást halmoztak fel március előtt, egészen a veszélyhelyzet lezárulása utáni negyedik hónapig nem kell befizetniük az adót. A felhalmozott tartozást 10 hónapon át kell majd törleszteniük, ebben az esetben késedelmi pótlékot sem számít fel az állam. Továbbá 11-el bővült azoknak az ágazatoknak a listája, ahol minimális járulékot kell fizetniük a munkáltatóknak, a munkavállalóknak pedig csak 4%-os természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell fizetniük március, április, május és júniusi hónapra vonatkozólag. Fischer Sándor azt mondja, így a cégek egy időre fel tudnak lélegezni, és ha vége van a válságnak, akkor gyorsabban és könnyebben tudnak majd talpra állni. Én úgy érzem, hogy azok az intézkedések, akik most történtek, az könnyebbséget jelent a vállalkozóknak, egyfajta lehetőséget arra, hogyha vége van a válságnak, illetve megszűnik a koronavírus által okozott egészségügyi gondok, akkor ki tudjanak pontakozni, újra tudjanak kezdeni. A járulékok elengedése 100-200 milliárd forintba, míg a katások adó elengedése nagyjából 16,5 milliárd forintba kerülhet.